Mielőtt én és a férjem összeházasodtunk, egy apartmanban éltünk. Ez a város egy kisebb részén helyezkedett el. Tudni kell, hogy nem volt egy veszélyes hely, de a biztonsági szolgálat nagyon korlátozott volt. A kontextus kedvéért elmondom, hogy egyszer a kocsimat ellopták a parkolóból, úgy, hogy senki sem vette ezt észre. A másik probléma ezzel a lakással az volt, hogy a parkoló nagyon szűkös volt. Ez a tényező zavart a legjobban, ezért éreztem magam úgy, hogy nem vagyok annyira biztonságban. Végre végeztem az iskolával, és már nem kellett az órákon át tartó idegesítő tanárokat hallgatnom. Általában este 11 óra felé szoktam hazamenni. Ilyenkor elég könnyű volt parkolóhelyet találni magamnak ebben az időintervallumban. Nem voltak a parkolóhoz közelben lévő épületek, maximum pár kocsi szokott itt parkolni. Nagyon ijesztő volt, de ami a legjobban megijesztett engem, az az volt, hogy mennyit kell sétálni. Mint egy 20 éves nő, már voltak tapasztalataim ijesztő történésekkel, amelyek az esti sétáim alatt következtek be. Mivel publikus volt, ezért mindenki be tudott ide járni. Egyedül hazasétálni ebben az óriási sötétségben. Úgy éreztem, mintha öngyilkosságot követnék el. Senki nem venni észre, hogyha valaki megpróbálná ellopni az autómat az éjszaka közepén. Ezekkel a gondolatokkal a fejemben indultam haza. De ezúttal egy igazán rossz ötlet volt, hogy ott hagytam a kocsimat, és kiszálltam belőle. Tudni kell, hogy nem vagyok egy babonás személy, de úgy éreztem minden egyes percben, mintha nyitva hagytam volna a kocsimat. Eltelt egy pár perc, mikor is észrevettem egy férfit, aki egy kukás konténernél állt. Ez a konténer pedig eléggé közel volt a lakásomhoz. Nem kukázott, nem cigarettázott. Egyszerűen nem csinált semmit. Csak átott és bámult engem. Már elhagytam a parkolózónát, de visszamehetnék a kocsimhoz. Az apartmannak kettő bejárata volt, de nem számított, melyiket választottam, hiszen így is úgy is át kellett rajta mennem. A kocsi kulcsaim ott voltak az ujjaim között, de nem éreztem magam így sem komfortosan. Nem vagyok egy erős ember, és eléggé alacsony is vagyok, 160 cm. Nagyon hiénén éreztem magam, hogy ennyire féltem, de tudtam, hogy valami rossz fog történni. Ez az ember nem tartozott sehova, soha az életemben nem láttam. Így tudtam, hogy nem az apartman lakója. Ráadásul mindenkit, aki az apartmanban lakik, tudom, hogy hogy néz ki, és abszolút megjegyeztem volna ezt az alakot. Csak abban tudtam reménykedni, hogy ez az ember, miközben bemegyek, nem tervez utánam jönni. Ahogy közelebb értem, egyre jobban elkezdett engem szugerálni a pasas. De szerintem csak azért, mert egyre közelebb értem hozzá. A testét mindig felém tartotta, hogy szembe tudjon nézni velem. Állandóan engem nézett. Eljött a pillanat, hogy elmenjek mögötte, hogy el tudjak jutni a főbejárati ajtóhoz. Nagyon rosszul éreztem magam, hogy ezt kellett csinálnom, de elfordultam tőle, és háttal mentem. Már-már majdnem annyira messze értem tőle, hogy majdnem az útra lementem, elhagyva a füves területet. De nem akartam hozzá odafordulni. Már megnyugodtam egy pillanatra, de ebben a pillanatban elkezdtem lépteket hallani. Nem csak lépéseket, hanem sokkal inkább futó lépéseket. Erre közelebb ért hozzám, szóval elkezdtem én is sprintelni. Egyenesen befutottam az épületbe, és annyira gyorsan futottam, hogy leírni nem tudnám. Abban reménykedtem, hogy nem képes arra, hogy kövessen engem. Addig meg sem álltam, még nem oda nem értem a lakásom ajtajához. Három emelettel később a szomszédjaim biztosan nagyon idegesek lehettek az ajok miatt, amiket csaptam. De nagyon féltem. A második lépés, hogy elmondtam mindent a vőlegényemnek, ami velem történt. Azonnal felhívta a biztonsági őröket. Mialatt ő beszélt velük, oda mentem a terasz ablakához, hát ha kiszúrom onnan az emberünket. De nem láttam. Amikor a biztonságiak végre megérkeztek, ugyanezt jelentették. Senki nincs a környéken. Fogalmam sem volt, hogy mit csinál ott az az ember, amíg haza nem érkeztem. De nagyon-nagyon remélem, hogy soha többé nem leszel újra ezen apartman konténereinél megtalálható. Ez az egész eset 2 héttel ezelőtt történt meg velem. Szeptemberben kezdtem el az egyetemet, és volt ott egy apartman komplex, amely a sulisoknak volt külön fenntartva. Volt további 4 lakás az én szintemen, és volt olyan, hogy néha egymás lakásán voltunk. Gondoltam, hogy én leszek az első, aki ebben a házban el fogja veszíteni a lakáskulcsát. Nem volt annyira nagy cucc, csak szimplán vettem egy újat. Azonban egy héttel később nem volt ugyanazon a helyen, ahova leraktam.
Nem annyira ijesztett meg ez engem, mivel tudtam, hogy nagyon szétszórt lélek vagyok. Az egyik nap hamarabb hazaértem, mint ahogy általában szoktam. Egy sráccal mentem, akinek a neve legyen most Tomás. A mellettem lévő apartmanban élt. Bementünk, és amikor kinyitottam az ajtót, azonnal észrevettem, hogy egy nő van az apartmanomon belül. Ez nagyon megijesztett engem. Megkérdeztem tőle, hogy mégis mi a francot művel bent a lakásomba. Azt felelte rá, hogy sajnálom, nem tudtam, hogy ilyen korán hazaérkezel. Én vagyok a gondnok, és hetente szoktam a szobákat takarítani. Ezután rám mosolygott és elment. Nem tudtam róla, hogy az apartmannak van saját gondnoka is. De ez megmagyarázza, hogy a cuccaim miért tűntek el az egyik pillanatról a másikra. Tomás észrevette, hogy otthagyta a kulcsait az asztalomon, és azt is, hogy vissza kellene neki adnunk. Amikor közelebbről is megnéztem, akkor realizáltam, hogy ezek az én elveszett kulcsaim. Úgy döntöttem, hogy beszélek azzal a személlyel, aki ezt az apartmant üzemelteti. Elmondtam neki, hogy a gondnoknál voltak az elveszett kulcsaim, ezért visszakértem a pénzemet. Totálisan megértően nézett rám, és azt mondta, de nekünk nincs is gondnokunk. Ebben a pillanatban pedig lefagytam. Akkor mégis ki a fészkes fene mászkált be a lakásomba az elmúlt heteken? A nő miért volt ott? Nem hívtuk fel a rendőrséget, mivel nem volt semmilyen hiányzó tárgyam, amit ellopott volna. De végül is megnéztük a biztonsági kamerának a felvételeit, mivel soha nem tudhatod, hogy egy pszichopata mire képes a lopáson kívül. Nagyon örültem neki, hogy soha többet nem láttam ezt a nőt az apartman körül, és azóta is úgy vigyázok azokra a kulcsokra, mintha a legértékesebb tárgyam volna. Középiskolás tanuló voltam, és az anyukámmal egy harmadik emeleti apartmanban éltünk. Általában a nappaliban szoktam aludni, mivel ennek a lakásnak csak egy hálószobája volt. Nos, ez édesanyámé volt. Nagyon boldog voltam, hogy van egy kis szabadterem a házban, és amúgy is egy eléggé boldog gyerek voltam. Mindig 6 órakor keltem fel, hogy a suliba korán tudjak elindulni. Édesanyám pedig mindig 5 órakor, hogy legyen ideje lezuhanyoznia és reggelit készítenie. Mielőtt kidob engem a sulinál, és munkába megy. Egyik reggel mielőtt keledeztem, észrevette, hogy a lámpák fel vannak kapcsolva. Minden egyes lámpa még a szobámban lévők is. Oda akartam nyúlni a telefonomhoz, de nem volt ott. Oké, ez nagyon fura. Bementem a fürdőszobába, és láttam, hogy az összes fiók, ajtó ki volt nyitva, és még a WC ülőke is fel volt hajtva. Milyen összezavarodtam ennél a pontnál? Bárhogy is, édesanyám bejött a fürdőszobába és megkérdezte, hogy mégis mit műveltem. Mondtam neki, hogy fogalmam sincs arról, hogy miről beszél. Azt hittem, hogy ezt az egészet ő csinálta, mivel ő szokott egy órával korábban felkelni nálam. Megkérdeztem tőle, hogy látta-e a telefonomat, mivel nem tudtam azt sem, hogy hol lehet. Aztán észrevettem a félelmet a zöld szemei legmélyén. Éreztem, hogy minden egyes félelme a szobában van, és átvettem ezt tőle. Ezután kimentünk a konyhába, és láttuk, hogy a konyha ablak tárva nyitva van, és egy kés hever a földön. A falon pedig rengeteg új lenyomat volt, ezáltal pedig arra asszociáltunk, hogy valaki bemászhatott. Minden egyes nyomra vezető darabot összeraktunk, amit csak lehetett. Valahogyan valaki felmászott az ablakteraszára, és bemászott a lakásba, és kirabolt minket. Mindaz alatt, hogy én nem messze a konyhától, a kanapén aludtam. Anyu megölelt, és megkérdezte tőlem, hogy minden rendben van-e. Mondtam neki, hogy nem hallottam semmit, és nem keltem fel arra, hogy valaki felkapcsolgatta a lámpákat, és a holminkat matatta. Nagyon félelmetes volt. Reménykedtem benne, hogy nem próbálta édesanyám hálószobájának ajtaját is kinyitni. A nagyanyám azt mondta nekem, hogy egy angyal védett engem, mielőtt aludtam, és ez az oka arra, hogy nem keltem fel rá. De nem hiszek ilyesfajta dolgokba. A rendőrség azonban soha nem találta meg a tettest, és az ablakot berácsoztuk, EU-kból kifolyólag. Ez az egész akkor történt meg velem, amikor középiskolás voltam. Azóta 6 év telt el, és elköltöztünk édesanyámmal. Én a párommal élek, mai napig paranoiás vagyok, és azon elmélkedem, hogy azon az éjszakán miért nem kelhettem fel. De nagyon hálás vagyok azért, hogy nem tettem. Köszönöm Istenem.